Jó napot kívánok, Pap Jánosnak hívnak, a Merkam Kft. Vezetője vagyok. Cégünk 1995 óta épít úszómedencéket, gőzkabinokat, szaunákat. Most pár szóban a gőzkabinoknak a telepítési feltételeit, típusait szeretném fölvázolni. Mindenképp nagyon fontos a hely kialakítás, amivel egy nagyon intenzív vizes berendezésről beszélünk. Tehát a gőzkabin helyén minden esetben kell egy padlőszefolyót biztosítanunk, mivel folyamatos kondenz vízkeletkezés van, és ezt el kell vezetnünk. Fontos még az áramellátás, viszonylag nagy energia szükséges egy gőzkabin működtetéséhez, tehát ilyen 3-tól akár 12 kW-ig is terjedhet az elektromos áramfelvétele, ez ugye a gőzkabin méretétől függ. A gőzkabinokat vehetjük elődjén egy gyártott kivitelben, ez általában akril, tehát ilyen üvegszál erősítésű műanyagból, több darabból, ezt összeépítve gyakorlatilag pillanatok alatt elkészülhet a gőzkabinunk, ami még nagyon fontos, hogy minden esetben egy szellőző rendszert kell neki biztosítani, értem ez alatt, hogy a kabin fölött valahol egy szellőző vezetéket ki kell építeni, ami nagyon ajánlott, hogy a szabadba csatlakozzon. Nem elhanyagolható, hogy a gőz előállító úgynevezett gőzgenerátort azt egy szomszédos helyiségben kell elhelyezni a kabin mellett, tehát ennek is van egy minimális helyigénye, tehát tervezéskor vegyük figyelembe, hogy a szomszédos helyiségben el kell helyeznünk egy kisebb utazótáska méretű szerkezetet, amelyiknek egy hidegvíz csatlakozást, illetve egy szennyvíz csatlakozást is ki kell építenünk, természetesen elektromos áramot is, ahogy említettem, a megfelelő keresztmetszetben, méretben. A kabin, tehát ha nem előre gyártott, akkor a helyszínen készítjük, általában vedi építő lemezből, tehát ez egy zártcellás polisztirol hablemez, ami rögtön a hőszigetelést is megoldja, erre a hablemezre kerül egy kent vízszigetelés, erre kerül a kabin belső burkolat, ami általában hideg burkolat lehet, ez kis mozaik, illetve ormál kerámia is. Körben elhelyezünk egy ülőpadot, általában élei kerekítve, ergonómiai kialakítású háttámlákkal, különféle hangulatvilágításokat lehet beletenni, száloptikásat, ledeset, tehát a szellőzésről már beszéltünk, a gőzkabin ajtó általában üvegből készült, tehát üvegajtót alkalmazunk, és talán ami még nagyon fontos, a tetőszerkezet elkészítése, tehát fölöttünk általában a tetőnek íveltnek kell lenni, ugye ez azért szükséges, hogy a vízcseppek ne a fejünkre csepegjenek, hanem lefolynak az oldalfalakra, és akkor így érik el a padozatot.